kiállítás, aminek a címe az Enrico Home, ilyen dupla eseményt kutat, ami 1969-ben történt a budapesti Műcsarnokban, ahol Viktor Vazarellinek volt egy nagy retrospektív kiállítása, és a kiállítás megnyitón Major János csinált egy egyszemélyes tüntetést, volt nála egy kis tábla, amit csak így barátoknak, ismerősöknek mutatott fel, amin az állt, hogy Vazarelligo Home. És ez egy olyan szituációban volt, amikor a tanús években absztrakt művészet még tűrt kategóriába esett. Úgyhogy ezzel a nagyszabású absztrakt kiállítással nagy reményeket keltett a kultúrpolitika. Ugyanakkor Vazarelli 69-ben már nem avantgárd volt, akkor már itt voltak egészen más avantgárd körök, konceptuális, intellektuális, akcionista művészek, akik szkeptikusan is látták ezt a nagy pompás eseményt. Most a kiállítás több részből áll, az egyik alapvető része ezek az archívum fotók a kiállítás megnyitóval, amiket különböző helyekről kutattunk össze. Részben ez például Balla Demetertől van, aki akkor ott volt a megnyitón és fotózott. Színes képek meg egy TV dokumentumfilmből szkenneltettem, amit Hesko Judit csinált. És mivel Major akcióval nincs dokumentálva, nincsen fotók, csak kevesen látták, kevesen emlékeznek. Ezekbe a képekbe kell belegondoljuk ezt az akciót, ami nagyon titkos és talán rejtélyes, és nagyon nem nagy demonstráció volt, ez ilyen majdnem egy szerint is vicc-szerűség. De ebben a két eseményben így megsűrösödik sok minden, ami érdekel. Egyrészt így a politika és a művészet viszonya, a kulturális széna külkapcsolatai, az absztrakt művészet, modernista művészetnek egy ilyen univerzalista aspektusa, az, hogy ki tud miről, hogy osztanak meg, hogy osztunk meg információkat, és hogy hogyan emlékezünk eseményekre, történelmi eseményekre. Elképzelhető, hogy átcsúszott 69-re, mivel ugye tényleg azt mutatják, hogy nem 69-ben lett megrendezve, és hát azért mégis ez egy áttörés volt, egy óriási áttörés volt, és tulajdonképpen ez egy nyitást is jelentett a modern művészetnek a valamilyen fajta tolerálása irányába. A kiállítás meg a projektnek a fő része az egy videó, ami interjúból áll, amit olyan művészettörténészekkel készítettem, akik akkor vagy ott voltak a megnyitón, vagy legalábbis jelen voltak az akkori művészeti életben és emlékeznek, vagy a Vazarelli kiállításra, vagy a Major akciójára. Összesen 9 interjú van itt összefoglalva. Pak Imre, Mava Endóra, Szent Jóbi Tamás, Kessori Nona, Pernecki Géza, Beke László, Pasuk Krisztina, Pauer Gyula, Pernecki Lóránd beszélnek. És mindenki így elmeséli. Nem mindenki, de páran elmesélik Major akcióját, kisebb variációkkal, ki hogy emlékszik. Van, aki nem is volt ott, hanem nem szintén más valaki mesélte neki, vagy akkor, vagy közben. Szóval hogy különböző verziók jönnek így létre. A videó összesen 60 perces, úgyhogy teljességében felraktuk internetre, ott lehet megnézni. És ahogy említettem, szóval itt sok téma belekerül, nem csak ez a konkrét akció vagy a kiállítás, hanem ahol is szó van, hogy
például ki, hogy viszonyul egy ilyen nemzetközi világsztárhoz, mi a politikai művészet fogalma, ki miről tud. Vazali, hát Vazali Pesten volt egy pár művésszel találkozott, páran jöttek Párizsból, ki tudott arról, kivel találkozott, ki nem is ment el a megnyitóra. És ez, ennek van egy csomó ilyen paralelje kortárs szituációhoz, nem csak Magyarországon, hanem mindenütt, ahol ilyen szcénák mindig ilyen bezárások, kizárásokat hoznak létre. Maguk ezek a tárgyak, a falak fehér márványból készültek, és így sok ilyen nagyon ambivalens térbeli elem, szobor, építészeti elem, paraván, sírkő, aminek mondjuk talán van valami közel Major János sírkő fotóihoz. De ugyanakkor egyszerűen csak ilyen túl alacsony, vacak kiállítás falak, mint egy ilyen iskolai vagy önkormányzati előcsarnokban kiállított didaktikus, informatikus kiállításnak az architektúrája. Ha előtte állunk, akkor nagyon monumentálisak is, de ha körbe megyünk, akkor látszik, hogy egy nagyon vékony kétszentis lapokról van összerakva, ami ilyen homlokzat és burkolatokra használt építészeti anyag. Szóval nem olyan értékes és drága és masszív, mint aminek tűnik. Hátoldaluk nincs megmunkálva, hanem koszos és durva, és vannak rajta jegyzetek. Szóval van ez az első rész a dokumentumfotókkal, és van itt egy második rész, ami az a címe, hogy Circles and Squares, vagy körök és négyszögek. És abból itt a márványtáblákból ki van vésve olyan intézményeknek a logói, mint a British Council, a Goethe Intézet, vagy a Dán Kultúrkapcsolatok Intézete. És ezek egyrészt mind pont azt a célt szolgálják, mint az akkori Külkapcsolatok Intézete, amelyik megrendezte a Vazali kiállítást, szóval a lokális, a nemzeti kultúrának a nemzetközi propagálása, vagy támogatása. És ugyanakkor mindezek az intézmények ilyen modernista, Bauhaus vagy Vazali tradíciójában lévő formanyelvet választottak a körökből és négyszögekből áll, ami egy univerzalista formanyelv. Nemzetköziségről szól, néha konkrét ilyen regionális ikonográfiáról, mondjuk a British Council-nál a négy kör, a négy brit országot jelképezi, Anglia, Skócia, Írország és Wales. Miközben a Goethe Intézet egy félig oppárt, félig egy G. Japánoknál pedig egy pillangó, ami szintén így négyszögbe írt ellipszisek.